Sziasztok mindenkinek! Erikával kicsit leültünk itt a házi buli kellős közepén beszélgetni, mégpedig egy nagyon fontos témáról, ami kellően kapcsolódik a házi bulikhoz és a közösségekhez, ugyanis kellően hiát szenvedjük annak, amivel Erika foglalkozik. Elmondod nekünk, hogy pontosan mivel is? Hát én érdemi párkapcsolatra vágyó embereket hozok össze, ezt mindenféle formában teszem, és hát ugye nyilván abból az apropóból abszolút kapcsolódik a mai esténkhez, hogy itt a házi bulik kellős közepén vagyunk, és manapság, mintha a házi bulik száma úgy megcsappant volna. Régen ez teljesen természetes volt, hogy személyes és különböző közösségeken belül, akár direkt így szervezve, hogy ott találkozhassanak, ismerkedhessenek az emberek, volt meg annyi platform. Ma, mintha talán túlzott mértékben is a virtuális térbe helyeződött volna mindez. Na de figyelj, Erika, tehát hogy miért válasszalak inkább téged a Tinder helyett? Mármint nem én konkrétan, mert nekem van szerelmem, de aki esetleg úgy van vele, hogy nincs, akkor miért pont téged válaszol, és miért nem mondjuk a Tindert? Hát nem tudom, lelke rajta, tehát azért egy algoritmusnál csak többet tudok, meg én élő emberekkel vagyok kapcsolatban. Tehát ez azért mindig 3D-ben dől el. Látsz egy kipolírozott, fényezett profilt, eleve önbevallásos módszerrel megy, hogy ki vagyok én. Már az sem stimmel, hogy nézek ki, nem stimmel az életkor, a súly, szebbnek, jobbnak, érdekesebbnek mutatom magam, és ez alapján választ az algoritmus, vagy javasol, gondolom én, plusz nyilván az emberek választ. Aztának egy-egy fénykép alapján, hogy igen vagy nem. Hát ha jobban belegondolsz, ez szerintem baromi embertelen, hogy egy fotót látsz valakiről, jó vagy rossz, és akkor jobbra vagy balra húzod. Tehát ez nagyon-nagyon kevés. De akkor, te most akkor induljunk ki onnan, hogy tehát hogy zajlik ez? Tehát én otthon vagyok, kicsit szomorú vagyok, nincsen párom. Mit teszek? Hát az is kérdés, hogy mi miatt vagy szomorú, mert ha emiatt, hogy nincsen párod, akkor nem biztos, hogy ideális ügyfél vagy nekem. Bármilyen hihetetlen, aki hozzám fordul, az köszöni, jól van. Tehát nem azzal tölti a napjait, hogy úristen, miért nincs senkim. Aki ilyen egyébként, jellemzően sokkal gyorsabban és könnyedebben is tét nélkül, unalmában regisztrál az említett Tinderre. De akkor kik fordulnak hozzá? Tehát inkább az idősebb korosztály, vagy mondjuk így akár a tinédzserek is? A tinédzserek nyilván nem. Aki a nyugdíjasok békés életét éli, azok sem. Tehát mindenképpen felnőtt, érdemi, normál párkapcsolatra vágyó emberek. Lehet a tínézserkor nem, de a 20 évek végétől, 30-as évek eleje közepe már igen, amikor szakmakarrier rendben, és előbb-utóbb a családalapítás válik hangsúlyossá, vagy egy olyan kapcsolatot szeretnének kialakítani, ami ennek az irányába mutathat. Ugye minden kicsit kitolódik, régebben ez olyan 25 év körül volt, ma 30 körül, kicsit alatta, kicsit fölötte, azért úgy 35 körül már mindenkinek eszébe jut, ha addig ez a lépés nem történt volna meg nőként, de férfiként is szeretnének valami érdemi és élő lehetőséget találni. Ilyenkor érdek jól. Igen. És kélik kihez? Tehát ott vagy mondjuk, ott vagy, hogy zajlik egy ilyen nálad? Tehát akkor most kanyarodjunk oda-vissza, hogy megint magamat emlegetem, én vagyok most kivel példálozzak, oda megyek hozzád, és hogy kezdjük el ezt az egész folyamatot? Hát megkérdezem, hogy hello, kávét kérsz, hogy teát. Tehát leülünk, beszélgetünk úgy, mint ahogy mi most, és a lehető legőszintébb kíváncsisággal, hogy hello, hát te ki vagy. Tehát nem listát kérek, nem kipipáljuk, és nem elmondod, hogy te mit szeretnél, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy te ki vagy. Egészen onnan kezdjük, hogy te megszülettél, hova, milyen családba, milyen értékek szerint nevelkedtél. Nyilván átvesszük a főbb állomásokat, életeseményeket. Fontos az érték?
Nagyon, nagyon. Én egy hosszú távú párkapcsolatnál ezt mindenek alapjának tekintem, és majd, hogy nem mindennél fontosabbnak. Tehát az tök az, hogy itt vagy szép és okos és csinos leánykaként, na de mi az, ami belül van? Meg hát minden egyfajta viszonyrendszerben érvényes, tehát nagyon fontos az, hogy amit kiinduló pontként te kaptál, ahhoz te magad mit tettél hozzá, vagy netán mit herdáltál el belőle, tehát mi minden épül egymásra, mire kialakult a mostani éled. Engem ez érdekel. És akkor miután beszélgettem veled, ugye ott tartunk kronológikusan, akkor mi történik utána? Tehát van egyfajta ilyen adatbázisod, vagy hogy történnek ezek? Azt szoktam mondani, hogy én emberekkel vagyok kapcsolatban, és nem adatokkal. Nincsenek adatlapok, nem fogom megjegyezni, hogy te 168 centi vagy 172, mert nem ez érdekel. De életed sztoria, minek örülsz, mik a terveid, mik az ambícióid, mi az, ami bánt, mi az, ami elszomorít, arra emlékezni fogok. Tehát mindenképpen egyfajta eszenciális kivonata marad bennem a beszélgetésünkből, és már közben is egyébként, meg hát nyilván utána agyalok, jön, hogy vajon ki illeszkedne hozzád leginkább. És ezt mi a napján döntöd el, hogy ki ez ki illeszkedik? Tehát, hogy vannak valami, tudom, hogy most ez azért elég szubjektív, meg így személyenként eltérő, de ha egy kicsit lehet ezt általánosítani, hogy kihez kiillik, vagy ezt hogy döntöd el? Te biztosan hallottad már azt a népi szólásmondást, hogy suba-subával, guba-gubával. Tehát most ez... Nem. Igen. Tehát most nem tudom, hogy ez a műsor, hogy ennek a keretei mennyire engedik azt, hogy ezt kibontsuk, de tényleg a hasonló... Ezt engedik igazán, úgyhogy bontsuk ki. Mindenképpen a hasonló minőséget a hasonlóval párosítanám, társítanám. Tehát nem hiszek abban, hogy egy hosszú távú párkapcsolat esetén az ellentétek vonzák egymás című működhet. Azonosságokra szerencsés, tehát lényegi dolgokban azonosságokra szerencsés építeni egy hosszú távú párkapcsolatot. Jesszusom, akkor szerintem itt nagyon sokan eddig teljes tévhitekben éltek, ugyanis mindig ezt szoktuk emlegetni, hogy az ellentétek vonzák egymást, de hát akkor most ezek szerint mégsem? Vonzák, ezt nem vonom kétségbe, de mégsem az ellentétekre alapozni. Ugye vonzák, de kisül hamar a történet, tehát abból nem lesz egy harmonikus, egyenrangú és hosszú távon jól működő perspektívikus párkapcsolat. Gondolod, de mindig vitáznánk azon egyszerű tényen, hogy nézzünk-e tévét, vagy mit nézzünk a tévébe. Tudod, klasszik, hogy a távirányítón veszekednek, hova menjünk nyaralni, sielni menjünk januárba, vagy menjünk inkább tenger partra, mert ott klasszabb, város néz, tehát ezek abszolút triviális. Ehet-e a gyerek túró Rudit vacsora előtt, vagy sem? Egyáltalán fontos-e a közös vacsora? Ja, mit főzzünk? Ki főzzön? Stb. Tehát mindenképpen szerencsés. Mire költünk? Mennyit keresünk, hogyan osztjuk be a szabadidőnket, tehát mi a szép, mi az érték, mi a mérték, mik az evidenciák számunkra, ezeket mindenképpen illik egyeztetni. Hogyha valaki egy teljesen más kultúrkörből származik, számára mások az evidenciák, és azt hisszük, hogy ugyanaz, sokszor még az adott szó sem ugyanaz jelenti a két ember számára. Ezeket nagyon fontos egyeztetni, hogy ne később okoz a meglepetést és konfliktust. És meg lehet ezekbe változni? Úgy értem ezt, hogy ugye hány olyan eset lehet, amikor mondjuk valaki nagyon tetszik, nagyon megvan köztünk a kémia, de mégis mondjuk adott esetben vannak eltérések, ilyen értékrendbeli eltérések akár, vagy amit hozunk. Akkor ilyenkor mi a teendő? Mert azért valljuk be, hogy ilyenkor nagyon sokszor az befolyásol minket, hogy jaj, annyira szeretném a másikat, de ilyenkor... Én ilyenkor mindig megkérdezem, hogy mit szeretnél benne, vagy miért szeretnéd őt, mit látsz benne, ami téged ennyire vonz, és annyira más, mint a netán benned nincs meg.
mi vonz egy merőben más emberben? Mit látsz benne vonzónak? Valószínűleg azt, amit magadból hiányolsz. Értékrendben nem lehet más, mert tegyük föl számodra, fontos a párkapcsolati hűség, ő meg egy olyan értékrend, hogy hát annyira nem, drágám, mi a megcsalás? Hát ugye már flörtölök, netán csókolózom egy buliban valaki más, hát nem csaltalak meg. Igen, tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amiben egyetértés kell legyen. Az más kérdés, hogyha vonzódás van és szándék van, hogy ebből hozzunk össze egy jól működő kapcsolatot, és kompromisszumokat kössünk, vagy valami magasabb rendű, azaz a kapcsolatunk érdekében egy picit közeledjünk egymáshoz. Megint a bizonyos régi mondás, az össze kell csiszolódni két embernek, és ha erre irányuló szándék van, akkor biztos vagyok benne, hogy a megoldást is meg lehet hozzá találni, tehát lépésről lépésre. De önmagában a kémia bármilyen fontos is, borzasztóan kevés egy jól működő hosszú távú párkapcsolathoz. Hát igen, bár szerintem azért nagyon sokan nem találják ott az egyensúlyt, hogy mi az a pont, ameddig még valamit össze lehet csiszolni, és mi az a pont, amikor már egyszerűen olyan szintű változás kellene, ami nem véghez vihető. Ez jó, hát ez... mert az akkor adott esetben már egy másik ember lesz. Szokták mondani, hogy a rossz fiúba szeretünk bele, és akkor minden áron jó fiút akarunk belőle csinálni. Egyrészt nem fog menni, másrészt elveszti pont a lényegét, ami miatt beleszerettünk, és az már egy másik ember lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy felnőtt, kialakult személyiséggel bíró embert nem lehet radikálisan és lényegileg megváltoztatni. Az erre való törekvés az hiába való, szeretnék mindenkit lebeszélni róla. Ez főleg nőkre jellemző, hogy na majd én megváltoztatom. Vagy ha igazán szeret, majd az én kedvemért megváltozik. Nem fog. Tehát ez nem. Van egy mondás, hogy ha változást akarsz, kezd magadon. Tehát a hozzáállásod változhat, a tolerancia szinted változhat, de ha valahol így gyomortáljon valami furcsa feszülést vagy érzést érzel, akkor az azt jelzi, hogy ez neked nem oké, tehát ne akard továbbvinni, bármit is kérnek, vagy szeretnéd megtenni a békesség vagy a kapcsolat továbbvitele érdekében, az a valami számodra nem oké. Ez egy csalhatatlan jelző mindenkinél. Könnyebb lett manapság a párválasztás? Ugye nagymamák mindig szokták mondani, hogy bezzeg régen, de hogy ez így erre is vonatkozik. Mitől nehezebb ma, vagy esetleg mitől könnyebb, mitől volt régen nehezebb? Tehát, hogy erre ezt te hogy látod, mint aki minden nap ezzel foglalkozol? Én azt tapasztalom, hogy nehezebb, vagy legalábbis az emberek nehezebben tudnak dönteni. Egyrészt amiatt, hogy rendkívüli módon kinyílt a világ, tehát óriási lehetőségek vannak, és ez paradox módon nem könnyíti meg a dolgunkat. Egyébként ez pszichológiai tény, hogyha túl sok, túl nagy a választás lehetősége, az egyszerűen szorongást kelt az emberben. Itt jegyzem meg, már csak emiatt is kevésbé tartom működőképesnek a tényleg, de hát addiktív, rá lehet szokni, hiszen a korlátlan lehetőségeknek az illúzióját kelti, de képzeld, de nem tudsz fókuszt tartani, és mindig ott motoszkál a fejedből, hogy úristen, ki lehet még, és ki az a másik 522, aki bármelyik pillanatban bejelentkezhet, és szebb, és jobb, és boldogabb jövőt ígér. A fókusz, hogy tud, hogy mi jó neked, és hogyha az szembe jön, az felismerd, és tudj érteni, vagy tud azt mondani, hogy ez elég jó, ez meg ugye visszavezethető az önértékelését, az önismeretre, az mindennél fontosabb. Tehát a felnőtt kapcsolat fokmérője, hogy tud azt mondani, hogy igen, ő kell nekem. Visszakanyarodva oda, hogy kit javasolsz kinek, mi a helyzet az ilyen stációkkal, hogy mondjuk valakinek már van gyermeke, van, aki elvált, tehát te mi a helyzet azzal, hogyha mondjuk valakinek egy olyan tetszik meg, aki ilyen értelemben már túl van egy életszakaszon, vagy mondjuk egy életszakasz előtt áll, tehát hogy ők ki tudnak jönni egymással?
Elvileg igen, ugye a válás az nem bűn, a gyerek nem kis testi hiba. Mégis alaptézés, hogy sokkal könnyebb, gördülékenyebb, egyértelműbb, hogyha hasonló életszakaszban találkoznak, és az az életesemény, ami előtt állnak, a családalapítás, a gyerekvás, az sokszor hallom, hogy ő első alkalommal szeretné megélni azt a várakozást, azt az örömet, és nem második szeretne lenni. Ettől függetlenül természetesen nagyon sok olyan kapcsolat működik, ahol egyik vagy másik fél elvált és hozott gyerek van. Jellemzően azért ott szokott még egy közös gyerek születni, hogy ez a bizonyos közös élmény is meglegyen, meg hát nem utolsó sorban azért távlatilag a párkapcsolat sikerét mindenképpen meghosszabbítja. Na hát akkor mi most Erikával visszatérünk a buliba, bocsi mindenkitől, és hát szeressük egymás gyerekek.